Az élő Jézus Krisztus kegyelmével és szeretetével köszöntöm a mai napon is a televízió nézőit. Isten hozott mindenkit erre a néhány csendes perce ide. Igével kezdjük. János evangélium a 7. részéből az első verstől olvasom a 13-ig. Kicsit hosszabb ige szakasz. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Judeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lomsátrak ünnepe. Testvérei ekkor ezt mondták neki: menj el innen és eredj Judeába, hadd lássák tanítványaid is tetteidet, amelyeket cselekszel, mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt, mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sokat suttogtak róla a tömegben, némelyek azt mondták róla, hogy jó ember. Mások viszont azt, hogy nem az, sőt, félre vezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Nagyon érdekes, itt az ismertségről esik szó. Aki emberileg gondolkodik, úgy gondolja, hogy ha ismert emberré válik, celeb lesz belőle, ma ezt így szokták mondani, akkor az milyen jó dolog. Mert hiszen sok kedvezmény, sok jutalom, sok megbecsülés éri ezen keresztül őt. Jézus azonban arra tanít bennünket. Egy korábbi igéjében így szól: tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és szívből alázatos. Másik fordítás azt mondja, hogy alázatos szívű. A lényeg az alázat. Akár így, akár úgy, Jézus tudott alázatos lenni. Nem ismertségre, nem hírnévre, nem megbecsülésre törekedett, hanem valami egészen másra, hogy beteljesítse életében a mennyei Atya akaratát. Hadd kérdezzelek meg, kedves televízió nézőm, te mire törekszel? Szeretnél megbecsült ember lenni? Szeretnél elismert, megismert, ismert emberré válni? Vagy tudod vállalni a szelídségeddel, az alázatosságoddal a hátulmaradást, és lehet, hogy így meg tudod jeleníteni Jézus Krisztust a környezetednek? Mert ha ott van a szívedben, ha befogadtad őt, akkor tudsz alázatosan hátulmaradó lenni. Isten erre tanít bennünket. Jézus mégiscsak felment arra az ünnepre, de egyedül, rejtve, nem a nyilvánosság, nem a sokaság által való nagy tisztelet, ami övezte őt a korábbi csodáiért már, nem ez kellett neki, hanem az Atya akarata, hogy az ünnep valóban egy olyan ünnep legyen, amit ő és az Atya együtt ülnek meg. Ahogyan olvassuk sokszor Jézusról, hogy hajnalok hajnalán felkelt, még a nap sem kelt fel, és ő elment, felment a hegyre egyedül imádkozni. Közösségben lenni az Atyával, ünnepelni őt mindig és mindenkor. Neked, nekem milyen közösségeink vannak az Atyával? Tudunk ilyen szelíd, ilyen alázatosan, hátulmaradóan, nem az ismertségre törekedve megadni azt, ami az Istené? A dicsőséget? A dicsőséget az ördög magának igyekezett. Még magával, Jézussal is az ő megkísértésekor így vette fel a szót: borulj le előttem, és ezt a világ dicsőségét neked adom, mert nékem adatott. Milyen balga. Nem tudta, hogy éppen azzal beszél, aki neki adta egy időre, de nem örökre. Neked, nekem Isten örökre adja majd a dicsőséget, ha tudunk alázatosan itt maradni, őt képviselni ezen a földön. Legyen ilyen a mai napunk,
Remélem, hogy ilyen is, vagy ha olyankor tetszenek látni ezt az adást, amikor már vége van a napnak, akkor így gondoljunk vissza, hogy reménykedjünk abban, hogy sikerült megjelenítenünk Jézust a környezetünknek. Legyen övé ezért a dicsőség, és mi alázattal és szeliden maradunk hátul mindenkor. Köszönöm, hogy együtt lehettünk. Jézus Krisztusban ajándékot kaptunk, és ajándékot adhatunk. Dicsőség neki örökkön örökké. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!